Nagyon sokan szeretik az ásványokat, viszont nem mindenki visel ékszereket. Azokat nem mindenki szereti. A hatásukat viszont szeretnék élvezni akár a lakásukban, az irodájukban, a dohányzó asztalukon, vagy bárhol. És ezért jött az ötlet, hogy készítsek úgynevezett életfákat ezzel a drót technikával. Az alapját én találtam ki, ezeket a kis mécses tartókat, gondoltam, hogy ezzel elég stabilan meg lehet őket állítani. Ami a kezemben van, éppen egy citrin életfa, a citrin a bőség ásványa, mindenféle téren, nem csak anyagilag, hanem mindenféle bőséget képes bevonzani. Ezen felül ametisztből, apatitból, kunzitból, labradoritból és tigriszemből is készít életfákat Szilvia. Az újdonságok mellett a hagyományos termékek, mint a karkötők, a nyakláncok, a fülbevalók és a medálok is megtalálhatók lesznek nála. Mint mondta, nem csak a felnőttekre, hanem a legkisebbekre is gondolt, ugyanis a kínálatba a cumiláncok is bekerültek. Kérdésünkre elárulta, a vásárlók körében igen népszerűnek számít a rózsa, kvarc és a hegyi kristály, de más trendek is hódítanak. Amik most egy kicsit még kelendőbbek, ezek a neonszínek. A neonnarancs, neonzöld, ezeket nagyon szeretik. Még úgy a fiúk, mint a lányok, tehát fiúknak is egy neonzöld fekete, a lányoknak pedig a neonrózsaszín is akár, ezeket nagyon karkötőben például nagyon szeretik. A standard, amit a leginkább szeretnek, a piros védelmező karkötők. Ugye van ez a hagyomány, hogy a bal csuklón valami pirosat viselve, akkor a rossz energiák nem érnek el minket, ebből többféle verzióval készülök, illetve a kis Szilvia X-er angyalkák, amik kétféle ásványból készülnek már, és különféle nevekkel láttam el őket az ásvány hatásaihoz megfelelően. Ők is pár száz forintért elérhetőek, amiket nagyon szívesen visznek ajándékba, és akár kolléganőknek, vagy csak ilyen kis apróságként. Kitért arra is, egy-egy ilyen nagyobb menő esemény, mint a hagymafesztivál előtt, a kézművesek nem kevés munkát fektetnek abba, hogy a kilátogatók megtalálják a számukra leginkább tetsző portékákat. Nagyon sok befektetés, igen, anyagilag is, de inkább az energia, amit rá kell fordítani, úgy gondolom, amit érdemes rá fordítani, hiszen megtérül, mert nagyon aranyos kis vásárlók vannak, és mindenki olyan aranyosan tud rá csodálkozni ezekre a szépségekre, mert ugye ezek kézzel készülnek, nem tucat termékek. És hát ez napi 3-4 óra hosszát igénybe vesz, én úgy gondolom, munka mellett is. Aki meg ugye csak ezt csinálja, annak nagyon szerencsés a helyzet, mert talán az egész napját rá tudja fordítani. Hozzáfűzte, a vásározás rendkívül fontos a kapcsolatépítés szempontjából, nem beszélve arról, hogy a vevőkkel és az árusokkal való találkozás, a felőlük érkező pozitív visszajelzések feltöltik őt. A járókelők nem csak interjú alanyunkat láthatják majd viszont a fesztiválon, ugye ugyanis megadnyi kézműves mesterre meg fog felsorakozni a többi standon is. A teljesség igénye nélkül válogatni lehet majd az incsiklandó mézek, valamint a horgolt és textil termékek között is.